A szlovák iskola a nyáron több tábort is szervezett a gyerekeknek. Volt két szlovákiai tábor és napközis foglalkozások az oktatási intézményben. Így egy izgalmas nyár után találkoztak újra a tanulók. 134 diákkal kezdte az új tanévet az iskola, az egy mindenkiért, mindenki egyért szellemiségében. Ehhez az egyensúlyhoz segítenek a tanórákon kívül, természetesen a tanórán kívüli programjaink, vannak szakköreink, színjátszó szakkör, énekkarok, sok vannak, citera szakkörünk van, és természetesen a sport dominál délutánonként, mert kosárlabda utánpótlást nevelünk, de ugyanakkor járunk korcsolyázni a gyerekekkel, diákolimpiai versenyeken veszünk részt, és hát készülünk a nyelvvizsgára is. A pedagógusokra ebben a tanévben is nagy feladat hárul. Oktatniuk, tanítaniuk, nevelniük kell a rájuk bízott gyerekeket. Az első osztályos tanítókra azonban egy különleges feladat is vár. Szárnyaik alá kell venniük a kis elsősöket. A szlovák iskolában 16 kisdiák kezdte meg a tanulmányait. Nagy szeretettel vártuk az elsősöket, hiszen egy éven keresztül arra készültünk, hogy hozzánk fognak járni. Óvodás foglalkozásokra vártuk őket, tehát valójában akik bejöttek, úgymond ismert közösségbe jöttek, mert a foglalkozások során gyakran találkoztak egymással. Igen, kihívás nekünk pedagógusoknak is, hiszen nagy felmenőben dolgozunk, 4 éven keresztül egy osztály hozzánk szokik, és most valójában kaptam 16 óvodás gyereket. Én azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy jól érezzék magukat, minden alapot megkaphassanak. A kis elsősöket hagyományosan ebben az oktatási intézményben is ajándékkal köszöntötte a város alpolgármestere. Dankó Dénes a tanévnyitón kiemelte. Fontos, hogy a gyerekeknél megmaradjon a tanulás és a játék közötti egyensúly. Akkor el szoktuk követni szülőként azt a hibát, hogy mindent próbálunk megadni a gyereknek, az összes sportfoglalkozás, mindenféle külön órát, pedig talán a legfontosabb, amellett persze sportoljanak a gyerekek és a saját érdeklődési körüknek megfelelő egyéb kikapcsolódási formákat megtalálják, hogy ne terheljük túl őket, és legyenek gyerekek. Nekik még annyi a feladatuk, hogy tanuljanak az iskolába, de mellette legyenek gyerekek, élvezzék ki ennek a kornak minden egyes percét, hiszen ez az időszak soha az életben nem fog visszatérni. A tanévnyitó ünnepségen részt vett a Sátoraljaújhelyi rendőrkapitányság vezetője is, hiszen szeptembertől újraindul az iskola rendőr program is, de ebben a hónapban a gyalogátkelő helyeknél is óvják a gyerekek testi épségét a rendőrei. Szeptember az iskola kezdésről szól, elsősorban kisgyerekek kapcsán is, és gyakorlatilag ebben a hónapban a gyalogátkelő helyeknél reggelente, illetve délután mindig tartunk ellenőrzést. Jó az, hogyha látják iskolába menet vagy jövet azt, hogy vigyáz rá valaki, biztonságosan át tudnak kelni az úttesten. A szlovák iskola diákjaira ebben a tanévben is sok izgalmas program vár a tanórán kívüli foglalkozások keretében. Rögtön pénteken szilvalekvárt főznek és szőlőt préselnek majd a gyerekek.